Visszatérő vendég nyitja a Pécsi Nyári Színházi programsorozatot idén. Egy világhírű klasszikussal indít a Szabadtéri Teátrum július 9-én. A Pesti Művészínház a Jövőre veled ugyanitt című vígjátékot mutatja be Egyházi Géza és Fogarasi Bernadett előadásában, melynek rendezője Márton András Jászai díjas művész. Több visszatérő művész és társulat is érkezik a nyáresti előadásokra, fogalmazott Urik Teodóra, a Pécsi Balett Nonprofit Kft. Ügyvezetője, mely a Pécsi Nyári Színházi előadások szervezője. Vannak visszatérő színházi együtteseink, például a Pesti Színház, Kaposvári Csiki Gergely, és jön nekünk a Csíkzenekar, Presser Gábor, Szabó Balázs és bandája jön, és hát Kamarás Iván is jön egy színházi koncertesttel, úgyhogy ugyanúgy várjuk a kedves nézőket, ahogy eddig is. Egy tűt nem lehetett lejteni eddig sem, mindig telt házzal játszottunk mindent, mert ezeken a nyári estéken nagyon-nagyon boldogan kíváncsi a közönség arra, hogy színvonalasan szórakozzon, és ezeket mi megpróbáljuk teljesíteni. A Pécsi Balett Nonprofit Kft. Működteti a nyári színházat. Nagyon fontos számukra számos régi szép emléket ébreszt Urik Teodórában ez a rangos, értékes múlt. Azért vállaltuk el, mert ez egy nagyon-nagyon szeretett örökség. Nagyon sokat léptünk föl annak idején, amikor Bagosi László, Vidákovics Antal és Ek Imre szervezték és csinálták a Pécsi Nyári Színházat. Nagyon sok balett előadásunk volt, minden évben játszottunk, és nekünk ez szívünk csücske, ez a helyszín. A probléma az, hogy balett előadást nem tudunk létrehozni, mert nagyon nagy költség lenne a színpad. Olyan szintű helyreállítása, amin spiccipőbe, vagy mezitláb, vagy táncolni lehet. De reméljük, ez is sikerül majd egyszer. Rendszeresen visszatérő az Orlai produkció. Most Thomas Vinterberg és Tobias Lindholm Még egy kört mindenkinek című vadonatúj előadásával érkezik, mely a hatalmas sikerű Oscar-díjas dán film alapján készült színdarab. Július 21-én először mutatkozik be a Pécsi Nyári Színházban Kamarás Iván. A Jászai díjas művész a Veled maradok című koncertszínházi előadásával varázsolja el közönségét. A legnagyobb magyar slágerek, a legismertebb világslágerek csendülnek majd fel. És lesz egy hatodik ráadás előadás, mely még meglepetés. Érdemes a Pécsi Nyári Színház Facebook oldalát és honlapját böngészni.